Csomagot kaptam anyaattól. Nem adta az te anyaattól, az én anyaattól. Annak idején az divat volt egy időben. Nem tudom, van kitől jött valamelyik családtag, unokatestvér, valaki egy gyermek mondta. Az anyját úgy kezdte szólítani, nem tudom miért, hogy anyád. A saját anyád. Anyád, adja lennem, vagy anyád hoz be ezt, vagy anyád, gyere csinál. És akkor a családba bét nálunk, és az divatba, hogy úgy elkezdtük szólítani, hogy anyád, mit csinálsz? Anyád, főztél a vacsorát? Anyád, emlékszel-e anyád? No. Anyától csomagot kaptam, mama, köszi, de mondtam, hogy ne küldjél csomagot, mert pénz drága, posta, meg minden. Mennyi bélyeget kellett rá tegyél? Két nagy bélyeg, 15 lees, 14,50, és 2, 4, 5 darab, 1,60 lees. Tehát 30, 2, 35, 30, 37, 38 lees. Majdnem 40 lees, az nem tudom mennyi, de biztos van, vagy 5-10 dollár. From Fülöp Magdóna címet azt kihúztam, ugye, mert azt nincs miért, tudjátok. Giudecu Covasna, Románia, Európa. No. Nem tudom, hogy mi van bennem, mert nem mondta anya üzenetben, meglepetés lesz. Úgyhogy lát ezt a videót fel se tőtöm, attól függ, hogy mi van benne. Nalam. Vagy csak idáig tőtöm fel lehet. Kamera a fájra. Ja, nehogy elvágd a benne lévő dolgokat. Kukucs. Mi a csuda ez? Van egy fénykép is benne. Kötőt ki lehet oldani, úgy látom, nem kell elvágjam. Nem oldom ki. Csak letépem. Azt a hely. Anyám, honnan szeded elé ezeket a régi fényképeket? Nem tudom, kamerán fog-e látszani. Ez a szoba ablakom otthon a háznál. A háznak a hátsó felejt volt egy kis kert. Csak néhány virág volt, rózsa itt egyébre nem volt használva. Egy ilyen 1 méter széles csík kert a ház hátra meg ett. És ott nem vagyok valami jó kedvemben, úgy látom. Lehet másnapos voltam, biztos ez hétvégén volt. Ilyen 18-19 lehettem itt, 17. A várjámat a hátán írja. 37. Anya, 38. 2002-ben az ablakban futó rózsákkal. Drága Robert Kém, sok boldog születésnapot kívánunk neked. Hozzon az év sok örömet és sikert a munkádban. Vigyázz magadra, sok puszi, anya Zsuska és Koppányka. Utóirat. Mostam egy pár darab zoknit neked. De ez nem úgy néz ki, mint zokni, de lehet, hogy akkor az. Azt a hely. Mikor volt? Ó, 2002-ben? Akkor tévedtem te. Mert akkor most mikor van? 2016-tal 14 évvel ezelőtt volt. 38-ból 14-et, ez mennyi? 28, 24. Oké. Tehát akkor ez, 24, mielőtt még jöttem el Amerikába. Mikor jöttem el? 2005-be. Ezt a hely. No, mit kaptam, máma? Mit küldtél? Zoknikot?
Oké. Annak mindig őrvendek. Nem ilyen fáin zoknik. Szürke kocka minta akkor. Meg barna, ilyen csinos zokni, mert nem is voltak soha az életbe. Szóval csak ott Romániába. Nemek csikok is vannak egy-egybe. Nagyon fáin. Meg szürke is. Vonalakkal sötét szürke, világos szürke, barna, fekete, fekete, nagyon fájnok. Még fekete, még szürke. Nagyon jó. Ezeket a barnákat csípem a legjobban. Ilyen fájnok. No, az jó. Köszi szépen, anya, neked is, meg Zsuskónak. Üdvözlöm az egész családot, Koppánykát, meg mindenkit. Kőkapját, meg az egész rokonságot. De mit tudod rá, hogy 37? 38? Az lehet a képnek a számozása volt. Azt a hely. Na! Még szülinapi ajándékot is kaptam. Magamnak veszek-e valami ajándékot? Meglepjem-e magamot valamivel? Mit szóltok? Ez volt az ajándékom nekem, ne. Ha? Jó kicsi laptop. Na, de ez fine mama, őrvendeke, fine zoknik ezek. Ilyen szép zoknikot nem is láttam itt Amerikában, se ilyen elegánsokot. Na, ez volt az anyád unboxing. És menjek, csinálok egy banántortát. És egy narancstortát. És utána egy banántorta lesz reggelire. Ebédre lesz narancs torta. Hát nem lesz torta, ugye csak simán megeszem őket. És vacsorára rizs és bab torta. Zöldséggel. Na jó. Sziasztok.